Felvétel indul. Akkor most az egy mentett Krahen nehéz hadjárat Imperium Galaktikával. Mr. Earthquake-ed ezt így majd neked fogom elküldeni, hogy lássad, hogy játszok, mert nehéz szinten azért már kicsit problémásabb. Főleg még hadjárat talán még nehezebb, mint a Skirmisbe, a lehetetlen is akár, mert ugye sok hülye utasítások vannak. Na szóval, ami kimaradt az elején, mert ugye a Phelps-et nem indítottam el, mert nem gondoltam, hogy kellett volna. Hogy azzal kezdődött a játék, hogy az első küldetés az volt, hogy jött egy kalózflotta, a Lázad nevű, 9 hajóval, amiből volt 3 nehéz romboló is. Neked meg ugye indulásként marad a 3 romboló, meg a sima lézer, mert nincs idő fejleszteni. Mert kb. Egy éven belül jönnek is. És ezt csak úgy lehetett megcsinálni, hogy működött, hogy 5 űrvédelmi ágyút építettem a bolygóra. Azok a nagy részét kinyírták. Egyébként ugye hajó ketté választva, és akkor mindig 2 hajóval kell támadni, és visszavonulni, amikor a csatatér széléig élsz, mert így van esély. Máshogy nincs. Ja, és persze imádkozni kell, hogy egyiket se vegye el. Ha elmenti, akkor mentés, visszatöltés. És aztán jött az 5 bolygós kolonizálós küldetés, de azt mondjam, mutatom neked, igen. Hát ja, az majd később fog jönni, hogy ugye 2 év alatt kell 5 bolygót kolonizálni, úgyhogy mentés visszatöltés után fel kell edelíteni a telepet, hogy legyen annyi. Néha azért kicsit bele fog tekerni, mert azért ez így... Kicsit sok lesz egyszerre. Na, akkor nézzük a mikrofont. Tehát itt most nem történik egy alapig semmi. Tehát látszik, hogy főleg csak űrhajólaborokat építek oda, de hadjáratban kell a tankokra is néha gyúrni, tehát legalább a lézerágyús lánctalpasig el kell menni, mert szükség lesz rá. Jöhetnek olyan küldetések bármikor, csak arkok kinyírása például, amihez kell. Tehát nem lehet pusztán csak az űrhajókat fejleszteni, épületeket, tehát most megint az, hogy rágyúrunk, mert ugye nehéz lombolót kell majd kifejleszteni, viszont arra nincs elég. Viszont 2 tanktaborra már lehet lánctalpasat. Tehát ez pedig ugye egy nagy gyártókapacitású bolygó, ide építjük a gyárakat. Ugye 250%-ig azért kellett ezt kolonizálni az elején. Na szóval itt tartunk, mindjárt kifejlesztjük a lánctalpas tankot. Ez a hülye mikrofon. Hogy tudjam, hogy még lépkedni is tudjak. Igen, szóval. Jó, akkor itt ugrunk egy kicsit, mert ez nem olyan érdekes. Ja, itt igen, itt csak azt néztem meg, hogy a szimulálások meg ilyenek be vannak-e kapcsolva, de nincsenek, és azokra még szükség lehet. Gyorsan mentünk egyet, és most jött. Na, és ezt csak így lehet megcsinálni, ahogy itt mutatom, tehát 2 év alatt kell legyártani 5 kolonizálót. Ehhez 2500 a gyári kapacitás adott esélytelen, és még nem gyártod a kolonizálókat, hanem majd most. Mert figyeld, azt fogja mondani, hogy féláron gyárthatsz. Tehát, hogyha most megnézed, akkor a kolonizáló már csak 25 000-be kerül, nem 50-be, és gyorsabban is gyártja, tehát most gyártasz 50-et, és mindig a legtávolabbit kell kolonizálni. És persze ilyenkor nincs fejlesztés, meg semmi. Sőt, ez már az elején, amikor tudod, hogy ezt meg be fogja adni. Mentés, visszatöltés, és akkor ugye magasra az adókat, és nem költöd a pénzt feleslegesek, csak űrhajógyárat építesz. Más nem szabad, igen. Ez is jól jön ilyenkor, hogy kaptál egy pár koordinátát, és akkor ugye hát itt most ha elfogy a pénzed, akkor el kell adni egy rombolót, vagy pedig ugye még jobban adót emelni. Másképp nem megy. Ja, hát igen, ez meg a másik, amit ez másképp nem működik, ezt így kell csinálni, hogy műholdat raksz minden bolygóra, de előtte mentesz. És megjegyzed, hogy melyik volt a legjobb, és azt kolonizálod. És így, mert ugye ez pénzbe kerül, tehát ha visszatöltöd a mentést, akkor ez a pénz neked megmarad. Tehát igen, itt szépen megnézzük az összes bolygót, hogy milyen. És ha már ezt tudjuk, hogy melyiket fogjuk kolonizálni, akkor ugye azt kolonizáljuk. És persze, Krahennél meg alap dolog, hogy a kereskedőket írtani kell. Mert úgyse tudsz kereskedni, de a többieket gyengíted vele. Tehát boom, tehát azt kinyírtuk. Mehetünk tovább. És egy bolygó már van, tehát most is látszik, a messzebb lévőhöz küldjük. Igen. Igen, eladunk egy rombolót, mert hogy kell a pénz, hogy a kolonizálókat tudjuk gyártani. Megy a következő. Igen, tehát 2 éved van, tehát azt valahogy figyelni kell, hogy ne csúszszál ki. De így nem fogsz.
És az utolsót már közelebbihez küldöd, és akkor az hamar oda fog érni. Na, hát igen, ez most azért volt így, mert ugye eladtam hajót, ha legyen pénzem műholdat telepíteni. Tehát felraktam a műholdat, és utána visszatöltöttem a mentést. És akkor most lehet a nehéz odombolót kifejleszteni. Fegyverzetet nem érdemes még, mert nehéz korvett szintig minimum el kell menni, az alatt nem igazán éri meg hajókat gyártani, mert nem tudsz vele mit kezdeni, mert az ellenfeléik és nehéz korvettel indulnak, azokat már a kezdetektől fogva gyártják. Mert ők megkapják alapba. Na szóval. Na jó, csak megnéztem, hogy megy-e még a felvétel, de megy. Oké. Tehát az utolsó kolonizáló is megvan, most már tankokat kell gyártani. Tehát gyártunk egy bánásztalpasat, hogyha... Ezt csak azért csináltam így az elején, biztos, hogyha... véletlenül felfedez valaki, mint ahogy azt mondom, hogy fel is fog majd egy idő után, akkor valami fogadóbizottság azért legyen, tehát akkor még gyorsan kifejlesztesz két tanktonyot, akkor legalább már nem állsz, mint fasz a lakodalomba, hogy hoppá. Igen, jó, tehát ez a biztonsági mentés, ugye az öt kolonizáló megvan, és ha egy felépült, vagy egy bolygó elkészült, azonnal egy űrhajó labortakok rá ilyenkor, hogy tudjak fejleszteni. Tehát lesz egy pár tank, igen, az nem árt, hogyha némi fogadóbizottságunk van. És amint van elég kutatóközpontunk, mehet a korvett. Ahhoz már 5 kell, tehát 3 ahhoz kevés, 5 kell. Torpedót is érdemes, igen, tehát megvan a nehéz romboló is, akkor így megdicsérnek, hogy azt is megcsináltad. Jó, tehát lakta oda is egy labort. Jön egy kereskedő, azt lecsapod. És már tudod a korvettet fejleszteni, tehát akkor azt fejlesztjük. Bizony. Ez már a korvett, és akkor... Na most akkor ezt hagyom, nézzük végig. Két hombalóval, paf le. Na. Legalább egy kicsit gyakorolnak, hogy ne dőljenek annyi szor mellé. És mehetünk tovább. Szóval... Igen, tehát építjük a laborokat, tehát ahogy épülnek föl. Igen, van egy lapszolgahajcsárunk is, hát... Igen, hát kell. Bár jöhetett volna hamarabb is, akkor gyorsabban felépültek volna a kolonizálók. De most így csak fejlesztünk. Meg persze építjük az űrhajlaborokat, mert... Fennállt itt a veszély, mert volt már olyan játékom, hogy egy-két éven belül bedobta a csakargó kiirtását, és amihez kell a nehéz korvett, meg a lézerágyús lánctalpas tank is, tehát ott... Az csak úgy sikerült, hogyha már van legalább 10 tankod legyártva, és már legalább fejleszted a nehéz korvettet. Ha még nem is gyártod, de még jobb, ha már gyártod is. Mert szükség lesz rá. Jó, hát ezt most ne nézzük már minden csatát végig, mert sose érünk a végére. De a kereskedőket, azokat írtjuk. Megépítjük az űrhajólagodokat. Jó. Ja, ugye meg azért csinálom most meg gyorsan ezt a játékot, mert most szükségem van a tárhelyre, és ezeket a hatalmas fastfile-okat ezután le fogom törölni. És csak ezt a kommenteset hagyom meg, és rakom fel a YouTube-ra. Aha, na ott még egy kereskedő, és mindjárt elkészül a korvett is. Jó. Főleg a sinarikat lehet ezzel nagyon meggyengíteni, és ugye már látszik a ladalon, hogy már a sinarik azok szerencsére jó messze vannak. Tehát őkét oda vinne fél... Ja, és már a nehéz korvettet fejlesztjük, bizony. Ugye a felszereléseket, meg a többit ráér akkor, amikor már gyártásban vannak. Mert legyártani hosszú idő, aztán felpakolni rá a modernebbeket, cuccokat nem annyira. Tehát azt lehet akkor, ha már gyártásban vannak. Plusz egyébként pajzsokat sem érdemes nehéz korvettig fejleszteni, ameddig úgyse harcolsz vele, mert igazából, hogyha van rá lehetőség, pénz, meg kutatóközpont, hogy egy másik feljebb, felső kategóriás hajót esett, akkor azzal jobban járunk, mert pajzs nélkül is a HP az körülbelül annyi, mint az előző, a elérhető legjobb pajzsokkal, tehát hogyha ugye,
infoképegye, megnéznénk az élet előpontjait, vagy a HP-ját, meg az észkíjait, akkor kiderülne, hogy na igen, és akkor most már a toló ennek is megvannak. Szerencsére ők is messze vannak. Bár ők mindig a leggyengébbek, ugye, a kis sötétkék toló ennek azok, akiket leghamarabb bezúznak. Hát ilyen, ők olyan szerencsétlenek, hogy nehéz cirkálóig nem. Ha, és már is bezúzta, az Andali már zúzza őket. Tehát ők azért ilyen szerencsétlenek, mert nehéz cirkálóig semmiféle normális fegyverük nincsen. Nincs paralizálójuk, nincs semmi. Hát illetve torpedójuk van, de nem tudják külön felszerelési pontra tenni a hajón. Hát csak a pajzs helyére. Úgy még megint meg vannak lőve. Tehát nehéz korvet mindjárt kifejlődik. Ja, közben jött valami. Ja. Igen. Na most ez még jól jöhet, mert az ilyen akkor mindig oda kell menni. Ne vagy találmányt találnak, vagy civilizációt, hogy van néhány épület, és akkor oda küldesz egy kolonizálót, akkor lesz egy komplet bolygót. Ja, valamilyenek a videók nincsenek benne, a Philips nem veszi föl. Na és ez volt egy kurva nagy mázi nekem, hogy az antigravitációs tank volt, hogy azt nem kell kifejleszteni, viszont innestől kezdve már azt játhatom. És így megspóroltam a lebegtető kifejlesztését. Ez bolygóvédelem, ez majd meg fogod látni, hogy ez jó lesz. Vagy megfogjátok, mert szerint... Hát, hogy másik megnézni majd ezt a videót, mert fölrakom szerintem, ha nem listázottként, vagy akár publikusként, és mégis miért ne. Oktatónak jó. Majd fogok-e valami normálisabb adját is játszani, meg van már fönt pár Imperium Galaktikás játék, csak az kommentár nélküli, de van fönt. Hát igen, most ugye már lehet gyártani, mert nehéz korvettet már érdemes, mert arra már föl lehet tenni külön podra a torpedókat, tehát hogyha van nehéz torpedód, meg torpedód, meg rakhatsz rá pajzsot is. És így már azért ütőképes, meg hogyha megtámadnak, akkor ezzel már lehet védekezni. Igen, tehát az első videónak itt vége. Indítjuk a következőt. Ez már egy picit hosszabb lesz. Ez majdnem másfél órás, de előző folytatása. Jó, tehát most fejlesztünk ilyen alap dolgokat a... Igen, a szóvalcsárunk elment. Nem is baj most. Mert most nagyon kevés pénzünk van, úgyhogy így a... Megy minden a gyártásba, és ezért most olyan dolgokat kutatunk, ami nem kerül sokba. Hoppá. Hát igen, az emberek is megvannak. Jaj, és... Hát igen, ezért kellettek a sok láncszalapos tankok. A kalózbázis. És ezért jó antigravitációs tankunk is van. És akkor majd... Most lesz az érdekes, hogy mi történt. Tehát jó, hát egy antigravitációs tank, igen, tehát... Semmilyen tanktornyom nincs még. Tehát most két lábbal át kell ugrani a tankfejlesztésekre. Tehát most űrhajót nem, tehát... Szerencsére még van egy pár tanklabolom. És most azonnal így két lábbal kell a tankfejlesztésekre ugrani, hogy legalább a lézerágyóig elmenni. Vagy hát a lézertoronyig, meg nem átonna egy lőtávnövelő sem, hogy legyen valami esélyünk. Az antigravitációs meg még fel tud menekülni egy helyre, hogyha erősebb a lőtávunk, nyertügyünk van. Csak hát ugye van neki egy flottája is, az mind ki fog derülni. Igen, és nem is gyenge, tehát ez nem tudod legyőzni. Tehát akkor meg megint az van, hogy majd kell egy korvett is legalább. Vagy legalábbis a lombolókat felszerelni. Na. Mi történt itt? Ja, eladjuk a lombolókat, megvárjuk, amíg lesz egy nehéz korvettünk, mert azzal lesz esélyünk. A lombolókkal, mert nem is szerencsére van idő megcsinálni, nem sürget minket a vén hülye nagyon. Bár aztán már ez egy kötelező küldetés, tehát ezt meg kell csinálni. Mert van ilyen küldetés, amik nem az. Na, tehát azzal kár vesződni. Tehát igen, tehát legalább egy torpedó legyen rajta. Nehéz torpedó jobb lenne, de hát ugye... És mivel Krahen nem kell kémektől tartani. Tehát de mindig, igen, tehát lőtáv növelő és lézerágyú kell. Jó, tehát felszereljük és megyünk tovább, és közben fejlesztünk. Ja nem, hát most hát megpróbáljuk így, hogy is sikerül-e. Jaj, egy már most mondom, hogy nem fog, tehát ez újra kell majd gondolni a dolgot. Most feltesszük a nehéz torpedót, még azt kifejlesztettük, hogy hátha. Na most az a...
Stájszi, ugye, hogy van két láncolapas, a többi kerekes. De csak ágyú tornya van, az a legerősebb. Hát nekünk is az van. Tehát ezt most újra kell csinálni, tehát... Ha még a lőtávnövelőt is rátesszük, akkor már nyert ügyünk van. Mert az neki nincs. Pontosan, tehát kifejezzük a lőtávnövelőt, és utána támadunk. Azt nincs idő megválni, ameddig még egy korvettet. Na. Ja, közben az ember meg a godán háborúzik. És előbb-utóbb megérkezik majd a flottája is, ne legyenek illúzióink. Szépen megvárjuk, még kifejlődik a lőtáv nevelé, ugye? Hát most itt nem tudom más csinálni. Na, igen, és megyünk. Igen, de akkor mutatom még egyszer, mit csináltunk, tehát kifejlesztettük a lőtávnövelőt. És most kifejlesztjük a nehéz torpedót, hogy legyen mivel visszalőni neki. Az gyorsan megvan. És megépült közben a másik korvettünk is. Na ez az, tehát hogy... Hogy most már van torpedónk, igaz, hogy pajzsog nincs, de anélkül mi meg vagyunk. Folyamatosan hátrálunk és torpedóval lőjük lőtávon kívül. Mert neki nincs távolsági fegyvere, úgyhogy ez az egyetlen előnyünk van. Jó, még van sok vadásza. Tehát még esetleg ez lehet baj, ugye? És ennyi. Tehát szépen most már két korvettel megyünk. És fontosan azt várjuk, hogy fejlesztéseink elkészüljenek. Tudjunk támadni. Tehát amint elkészül a nehéz torpedó, azt adjuk föl. És közben figyelni kell a Godanra is, mert ide közelebb van. Jó, megvan a nehéz torpedó. Ugye? Jó, de persze menteni az kell időnként. Igen, tehát akkor feltettük a nehéz torpedót, és akkor így már sima ügy, ha megtámad. Bizony. Mert most már nem egy van, hanem kettő. Meg főleg rombolók, meg nehéz rombolók, viszont erősebb lézereik vannak. Azért nem jó lőtávolon belül maradni. Viszont így eredményesen ritkítja őket. És a nehéz torpedó az már jobb a rombol. Lehetett volna manuálisan is csinálni, hogy külön-külön lövöm ki a két torpedót mind a kettőre. Szebb idő. Hát most már csak a vadászokat kell kinyírni, ez ilyen türelem játék, de túl sokat már nem tud egy vadász rombolni ezeken. Még pajzs nélkül se. Hát csak akkor baj, hogy még amikor 100-nál több van, mert akkor tud azzal szívatni, hogyha mindig egyet lő, akkor talán kinyírja, de... Így egyébként esélytelenek. Tehát vadászokkal kár harcolni. Semmi értelmük. Oké. Okay. És akkor most végre harcolhatunk a földön. Bizony. Mentünk. És előre fenn van a tankona. Hoppá, és van még egy. Van még egy flotta. Hát ez ugyanaz a séma, szépen így torpedókkal ritkítjuk, vagy nem? Nem is elnök. Ja, föltettük a nehéz lézert, mert közben azt is kifejlesztették, úgyhogy akkor... Vagy nem? Hát akkor most ugyanaz a séma, amiben megyünk körbe-körbe, csak itt azért már... Az a baj, ezek már többen vannak. De erre is van megoldás, és pont két hajóval lehet csinálni, úgyhogy szerintem ezt is mindjárt bemutatom. Most hirtelen nem emlékszem, ezt már régebben játszottam, hogy sikerült-e levernem veszteség nélkül, sikerült, akkor nincs baj. Hogyha egyiket se robbantják fel, akkor nincs baj. De itt azért már vigyázni kell. Hány vadász van?
Igen, ez az, hogy... Ha már rommá lőtték hajókkal, akkor lehet már, és akkor ilyenkor ezt kell csinálni, hogy... Szóval, hogy amennyit csak lehet szétlövünk, és megyünk a csatatér szélére. Ez fontos, hogy a csatatér széléig el kell menni ilyenkor. És hogyha, na jó, tehát amennyit csak lehet felrobbantunk. És majd mindjárt meg fogjátok látni. Bum. Igen. És akkor most visszavonulunk. És ilyenkor van az, hogy... Hát, hogy véletlenszerűen az, hogy vagy elveszi az egyik űrhajót, vagy nem. Ha kimegyünk a szedék, akkor kisebb valószínűség, hogy nem fogja. Ezt azért kell csinálni. És persze előtte menteni kell, és hogyha igen, itt látok, mind a kettő megmaradt, helyes, akkor ilyenkor megint mentünk, és újra megtámadjuk. Tehát, és ezt addig lehet csinálni, ameddig el nem fogy, tehát ezt még egy jóval erősebb flottával is lehet csinálni, hogyha azért mi sem vagyunk nagyon gyengék, hogy ha csak egy űrhajóját fel lehet robbantani, akkor már jó, mert akkor idővel elfogy. Mi a veszteségek nélkül aprítjuk. Tehát így viszont meg már kevesebben vannak, tehát most megint. Így már lesz esélyünk ellene. Meg az sem szabad megvárni, ameddig teljesen rommá lövik a hajókat, mert akkor nagyon valószínűséggel veszi el. Tehát az, amikor maximum ugye feléig megy le a sérülés, akkor már vissza kell vonulni. Ha nem érzed úgy, hogy meg tudod csinálni, mert most ugye itt megpróbáltuk, és sikerülni is fog. Innestől kezdve már. Mácska vadászokat kell aprítani. De mi azokat is aprítottuk korábban, így már kevesebben vannak. Meg azóta már van nehéz lézerünk, ami picit erősebb, és őket is hatékonyabban lövi. Hát igen, nehéz szinten már csak így lehet nyerni, mert nagyon nagy frame-ben van a gép. Tehát eleve úgy indul a játékba, hogy neki kevesebbet kell fejleszteni, mert a nehéz korvát megvan neki a kettes hajtómű, megvan neki aztán a kombinált vadad is, meg a nehéz lézer. Tankoknál meg a lánctalpasnak az ágyútalany. Tehát azokat a kezdetektől fogva gyártja, neked neki kell fejleszteni, és csak utána tudod. Na de most akkor... Tehát nekünk 10-es lőtávunk van, és egy tankunk. Neki meg 8-as lőtávja van. Az a legjobb. És nincs lebegtetője. Tehát ilyenkor nem semmi. Meg kell várni, még szépen ide arra szól. Mutatom. Igen, azt meg is tudod támadni, helyes. Nem mész utána időtávolon belül kerülj, de lövöd. És előbb-utóbb közel fog jönni. Igen, pontosan. És akkor majd most jön. És olyan helyre kell menned, ahol nem él el. Igen, tehát ott még pont elér. De ott már nem, te viszont igen. Lehet akár mekkora túlerőben, semmi esélye. Hát ez meg így, ez innen már unalmas széllövészet, hát... Ő el se ért téged, a kedeges tankja meg eleve csak gépágyútornyosok. Egy része, másik ágyú, de hát azok meg... Gépágyútornyosok, amely csak ötös lőtávja van, tehát még közelebb is mehetnék. Jó, tehát ennyi. És így ezzel a kalózónak annyi, viszont nem szabad útul bevegem tőlük ilyen könnyen, tehát azt ne higgyétek. Tehát így lehet pénzt csinálni, hogy gyárakat szépen el kell adogatni. És akkor lesz pénzed a sajátjaidba. Hát ugye szintén. Tehát a kalózónak ilyen rengeteg flottájuk van, tehát... Simán egyre most a vadászokat aprítja a lézer, a hajókat meg a torpedó. Tehát azért sikerült egy párat leaprítani, viszont itt innestől már esélyünk se lesz. Na, vagy de azért megpróbáljuk.
Igen, tehát ezen az, hogy torpedókkal kinyírtuk a hajókat. Maradtak a vadászok. Meg két sérült, jó? Hát, ennyi. Ha vadászok elfogynak, és most már nehéz lézelem, már ritkábban lőnek mellé. Aztán majd még olyan az impulzus, meg a turbó lézer. A turbó lézernek a mellé is lő, akkor visszapattan a játékszeréről, és az már talál. Igen, tehát vissza kell menni, és még egy van. Igen, tehát mentünk a harc előtt, az mindig kell. És megerősítjük még a hajókat pajzsal. Már arra is szükség lesz majd. Meg fogjátok látni. Jó, hát ez most... Ilyet már láttatok, úgyhogy... Úgyhogy ez ugyanaz volt a séma. Ja, nem egészen, mert ugye vissza kell vonulni, mert ezek többen vannak. De szerencsére megmaradt mind a kettő, és újra megtámadjuk, és így már... Vagy már jóval kevesebben vannak. Mi pedig ilyenkor újra egészséges hajókkal kezdünk. Mondjuk ő is, de kevesebben, szóval ennyi. Hajóknak vége. Kis némi unalmas céllövöl, de utána lelövöldözzük a vadászokat is, jó. És akkor vissza a bázisra. De van még, tehát... Na és ilyenkor van valóban nagy szívás. Mert a kalózok messziről fognak jönni. Tehát... Figyeljétek, ez amikor Cickafalk meg Libatob jön. Libatob meg a Cickafalk flotta. Jó, tehát... Hogyha nincs, egyébként sorozásokat nem érdemes, maximum tankszállítást érdemes felvenni. Tehát ennek meg az a nyújig, hogy nincs radarja. Hiába erős a hajója, de legalább a kereskedőket lehet vele gyakni. Vagy valami haszna legyen. Keressük a kalózokat, és ott nem találjuk. De majd mindjárt kiderül, hogy miért. Mert hogy onnan jön, és milyen messziről, tehát. Tehát azonnal oda kell menni. És ezek mindig radar határon, tehát nehéz szinten olyan, hogy radar határon túljönnek, legalább mélyű radar kell, vagy kombinált radar, és kurva nagy szerencse, hogy sikerüljön megtalálni őket. Tehát most eleve oda megyünk. És igen, itt most rá kell ugrani a pajzsokra, mert hogy ezek erős flották, meg a radarra. És persze meg kellene fog a tank is, ugye ha megtaláljuk a Voyager-t, akkor ki tudjuk nyírni, mert nem egyszerű. Tehát a Libatop meg a Cickafalk, ez a két flotta az, amik állandóan fog támadni, és nagyon erősek. Tehát korvettekkel, még nehéz korvettekkel jönnek, tehát ide kell az elő, meg a pajzs is, mert ők is vissza tudnak lőni. Sőt, előbb-utóbb torpedoljuk is lesz, tehát még ECM is kell. Ja, ugye, sőt, neki mit látszik, hogy van ECM-ük. Tehát a torpedó az alig jó hozzájuk. Nagyon kevés talán, mert eltérítik. Tehát a torpedók ellen az ECM mellett védekezni, amíg el tudja téríteni. Tehát nekünk is kell fejleszteni majd az ECM-et. Majd a pajzsok után, és aztán meg még az újabb adatokat is, hogy megtaláld. Tehát ez az, hogy igen, ott a Cickafalk. És ezekkel nagyon erős flották, sőt erős tankjaik is vannak. Tehát lézertornyos tankok. Hát itt még megjomja az a séma. Sőt, neki már torpedója is van, tehát... Tehát azért mondom, hogy az ECM-et ki kell fejleszteni. Másképp semmi esélyed nincs. És ráadásul ugye nekem már, én most három nehéz korvettel harcolok, ami már pajzsok is vannak. Ha nem lennek rajta pajzsok, már rég kinyírták volna mindet. Vagy legalábbis egyet biztos. Így is nagy szerencsém volt, hogy megúszta. Mind a három. Tehát itt, igen, tehát itt gyorsan az ECM-et ki kell fejleszteni. Majd neki is van torpedója.
Igen, tehát itt az ICM-et minél gyorsabban ki kell, és... Hát közben a többiek harcolnak. Ez minket most nem érdekel. Mert tehát itt... Tehát itt ez a keresők, mert tehát megvan az ICM kifejlesztett, nem tudjuk rátenni. De... muszáj, tehát addig ez... Az úgy mindennél fontosabb, hogy... Minél legközelebb jön, addigra meg legyen. És az a köcsög mit csinál? Most arra fele támad. Na, és ilyenkor van az, amikor semmi esélyünk nincs. Mert aztán meg igen jönni fog arról, tehát... És ráadásul most jött ez a látnok és utasítás is, hogy... Húvanyád, igen. Mert na, ilyenkor van az, hogy baj. Ez még jókor jött ez a látnok, amelyik adat azt megnöveli, de hát látszik, hogy még így se. Tehát így se látjuk. Tehát ilyenkor kell a kombinált adat kifejleszteni. Bizony. Jó, egyébként az adatok, az alapadalon túl a kombinált, az nem csak hogy erősebb, mint az alap, de az már mutatja, hogy mi van a flottában. Tehát, hogy hány űrhajó, hány vadász és hány tank. A mély űradalnál már a sebessége is látszik. A fotonadal meg az álcázottakat is mutatja. Ezek ilyen plusz infók. Az antali űradalnál meg ugye egy kategóriában többet tud alapból minden radal. És persze egy egységgel gyorsabbak a hajóik is. De ezt majd a végén. De szaladjunk előre. Jó, közben egy picit azért, hát egy-egy fejlettebb pajzsunk van. Ami ilyenkor ilyen meg van ICM-ünk is, tehát torpedókkal sem tudod gyakni. Tehát oda, tehát azzal felvetünk tankot, hogyha elfoglalja, akkor vissza tudjam foglalni. Ezt erre használjuk. Erre legalább jó az izé. És már jön a másik. Tehát ez ilyen, hogy kurva gyorsan jönnek, és nagyon erős flottákkal jön. És mindig nagyon ősre jön. Ez nehéz szinten kikapni ezt a küldetést, ez nagyon szar így. Bár még mindig jó, kicsivel könnyebb, mint a csakorgoké. Csakorgoké, bár még az csak akkor nehéz, hogyha... Ha nagyon az elején kapod a kolonizálós minden után, mikor sem nem tudtál fejleszteni, ugye már kolonizálókat gyártottad, meg több, és akkor viszont nagyon nehéz. Egyébként, hogyha hagynak dolgozni, akkor azt meg lehet csinálni, mert ugye 5 nehéz korvetet legyárt, azt meg 10 lánctalpas tankot lézerágyúval simán. És akkor kikukantok, megy-e még a felvétel, de megy. Jó. Jó, tehát... Tehát az egy tankon megy visszafoglalni a bolygót. Az a másik folyamatosan nyírja, és várom, hogy a kombinált radar kifejlődjön, hogy megtaláljam. Most így két lábbal rá kellett mennem a radarokra. Tehát az a tigreles zsoldos flotta az majd folyamatosan kergetni fog, és látszik, hogy ugye most milyen radartában van és hogy honnan jön. Tehát nem látod. Onnan nagyon messziről jön. Tehát ez másképp esélytelen. És meg az a másik szerencse, bár hát ha ez annak lehet nevezni, hogy neki csak sima torpedója van nekem, meg nehéz. Na, nehéz jobban arom volt, tehát az két-három találat, az biztos kinyír még egy nehéz korvettet is, itt ezen a szinten. És le kell jönni, már most csak hiába vonul vissza, a tankja van. Ennyi. És itt hát nem tudsz más csinálni, folyamatosan ott kell lenni a radar határon és járőrözni, hogy hát ha észreveszed valahol, tehát ez teljesen útja, hogy hol van. És ha megtalálsz egy bolygóját, akkor már lehet is lerohanni, viszont komolyabb inváziós erő kell hozzá.
Na igen, és az egyik megvan. Tehát látszik, hogy ezt kiterjesztett, tehát hogyha ha látok nem dolgozna, akkor jóval kisebb lenne a daltávon. Tehát még jut az esélyt, és akkor most lát. Na, tehát ez az, hogy már lézertornya van. 10-es lőtávja. Nekünk is 10-es lőtávunk van, tehát ez ide kevés lesz. Ez ugye mindenki látja alapból, hogy ez így kevés lesz, tehát vissza kell mennünk tankokért. Sőt... Fontosabb most, hogy mi jut adat, mivel egy bolygóját már ismerjük, és közel van ilyenkor a többi is, hogy vissza kell menni tankokért, tankokat kell gyártani, és kifejleszteni a lézertornyot. Tehát építünk még tanklaborokat, ugye? Muszáj. És azonnal ráfekszünk két lábbal a tankokra. Jó, hát hogy ott biztos nem fog semmit találni. Tehát azt most ebben a percben lehet elfelejteni. Jó, hogy ott bármit is talál, de igen, föl kell a flotta és a kombinátor alatt, hogy messzebbe tudjon deríteni. És el lehet menni tankokért, és amint elkészül a lézertorony, azonnal föltenni a tankokra és támadni. És most közben ugye gyártjuk az antigravitációs tankokat. Hát igen, megpróbáltuk, viszont hoppá. Tehát megkezdett az Iberon birodalom köreinkbe. Amivel szintén szerencse volt, hogy ők a közvetlen szomszédai, mert őket könnyű legyakni. Mert ők meg a godanok azok, akik nem építenek erődöket. Tehát hogyha vannak erős tankjaid, mondjuk viszonylag erősebbek, akkor... Bárha nincs, akkor is a bolygó nagy részét simán tudod foglalni, mert ugye semmilyen védelem nincs rajta. Amelyeken nincs tankjál és nem tankokat gyárt rajta, az védtelen. Tehát Godan-tiben, hogyha erős tankjaid vannak, akkor még meg is tudod tartani a bolygókat, mert ott hagyod rajta. Jaj, hát tehát te most mit csináltál? Egy tankkal? Már 12-es lőtárgy van, így meg lehet csinálni. Csak az a baj, hogy látjátok az őset, hát annyira, nem igazi, van annyi baj játékban, hogy ameddig nem támadod meg valami tankját, addig nem indul el feléd, hanem így alaszol. És valamikor még egyet ki is kell nyírni. Ahhoz, hogy meginduljon feléd. Mondjuk, mint most, igen, és most hirtelen megindul. És ugye feljönni nem tud. De előbb-utóbb arra rá fog jönni, hogy kerülő úton jöhet. Vagy... Hogy a lézerrel már eléri. Most akkor várjuk még egyszer. Ezért addig így volt, hogy... Igen, hogy követ, akkor ide föl. Sorozzuk lézerre, viszont rá fog jönni az egyik, hogyha megkerülő hegyet, akkor fel tud menni. És pont a lézertornyosok, amik erősek, meg mondhatni úgy, hogy az ellenfél, azok, de csak azok. Többieket egy simán tudod írtani. És szépen meg is lehet így ritkítani. Viszont ott van az a két lézertornyos tankja. Tehát azt így muszáj lőtávon kívülön tartani, és a kettővel rosszabb a lőtávja. És néha ő is oda tud neked sózni. Ja igen, és ráadásul nem is egy tank volt, hanem több. És ilyenkor van szívás. És akkor újabb próba, hát most azt nem mutatom még egyszer, de ugye lőjük, ameddig lehet, tehát ritkítjuk a... Tehát lehet, hogy itt egyszerűen volna inkább visszahúzni azért a bolygón közelébe, és hozni még tankot. Nem egyel szenvedni, mert azóta már sikerült legyártani pár antigravitációsat, tehát nincs gond, van.
És akkor már megint, tehát... Jó, tehát... Hát ez ilyen, azért mikrozáson múlik, hogy ki milyen ügyesen tudja látni, mert az négy. Az négy lézertornyos tank. Tehát most megint megsoroztam. És mindig van kettő. És ráadásul hát vannak apró hibák a játék, hogy azért elakadatlan meg elkezd forgolódni össze-vissza, és nem mindig sikerül. Tehát most ugye neki jelenik egy picit forgolódni, és az pont elég ahhoz, hogy lőtávolba kerüljön, és akkor már kész, vége. Tehát, hogyha ha azt a lézereset kinyírod, akkor a többi már nem ellenfél. Tehát ez már... Ez a többi az már nem ellenfél. Ezek csak kerekes tankok ágyútoronnyal. Kerekes tankok, azt nem a lézeret föl se lehet már tenni. Csak az ágyútoronnyot. Azért is érdemes őket gyártani. Lánctalpasra is csak a lézerig tudod felrakni. Antigravitációsra már föl lehet a nehéz tornyot is. Hát itt ugye céllövészet, de ez megvan. De ez is csak egy kalóz bolygó a többi közül, tehát még van még kettő. Viszont legalább a napevélművet megtaláltad, azt nem kell már kifejleszteni. Ennyire is be. Bár még az pont nem sokat számít, mert ugye van, tehát ott van az a másik két kalóz bolygó. Tehát ezeket még egy javasabb agyon kell csapni. Mert már folyamatosan küldi a flottákat rád. És akkor most hát felfejlesztünk valami mást. Még az impulzus lézert, tehát impulzus lézert fejlesztjük. Ilyenkor már érdemes a hajtóműveket is. Tehát a gép az alapból kettes hajtóművel megy tízegységgel. Ha a hármasat kifejleszted, akkor már gyorsabb vagy nála. Na hát ez meg megérni el sok ezért lézertornyos. Nem tudom, csináltunk, hát nyilván azt kell csinálni, hogy felmenekülni a hegyre. Tehát most a szerencségben van, akkor be tudunk kempelni egy olyan helyre, ahol ő nem ér el, viszont az eset elérjük. És így viszont, tehát ezért jó az antigravitációs tank. Úgyhogy innesnök kezdve nincs esélye. De hát látszik, hogy milyen kurva sok tankja van, tehát kalózoknak, tehát ezeket nem egyszerű legyakni. És viszont legalább némi bevétel azért van belőle, mert ugye tankgyár meg űrhajógyár van a bolygóikon, amiket le lehet rombolni. És ezek után viszont vissza kell húzni tankokért, és a Chevronok is a közelben vannak. Meg az Iberonnak is. Na most a Chevron se túl erős. És a Bárdos előbb-utóbb fogják is követelni, bár azt a sokáig el lehet húzni, nem fejlesztett ki. Építeztek egy parkol és a kokusban vannak. A következő, amit viszont muszáj kifejleszteni, az a stadion. Azt előbb-utóbb ki kell, ha nem sikerül valakitől megszerezni. Mert ha nem fejlesztett ki, akkor olyan 30 ezer környékén megáll a népesség növekedés. Tehát akkor vagy hódítasz, bár inkább azt mondtam, hogy hódítok. És akkor úgy lesz több populáció, aztán valaki előbb-utóbb úgyis lesz stadion. Vagy ha nem lesz, akkor maximum akkor fejlesztem ki, amikor már ugye az űrhajókat már legalább a nehéz szirkálai, meg a tankokban is van már meg a tankom, azok mindig fontosak. Hát épületeket csak akkor szabad fejleszteni, hogyha már az űrhajó meg a tank az már maximum van. Egyébként csak akkor, hogy a kényszerhelyzet van. Még mit tudom én, korán felfedeznek, és akkor erődöket kell építeni, hogy tudjál védekezni. Tehát akkor viszont gépek is erődöt ki kell fejleszteni, vagy a lézereset, amelyikre van idő. Mert általában, hogyha arra kényszerülök, hogy erődökkel védekezzek, akkor csak a gépágyú sem marad. Mert azért, hogyha kicsit később fedeznek fel, akkor már inkább tankokkal védekezek, hogy lézertornyos lánctalpas tank, és azzal már lehet. Lebegtetővel persze, ugye hegyre fenn menekülve. És az jobb, mint az erőd, mert azzal támadni is lehet később, hogy gyártod izomból a tankot, akkor rakod a bolygóra, minél több legyen.
És ha már elmúlt a veszély, akkor ugye azzal támadni is tudsz. Meg később is, hát te frissen foglalt golyókat meg tudod tartani, hogy ott hél a tankot. Hát itt most megint az van, viszont itt már ugye ez nem olyan magas egy, hogy ne tudjon feljönni. Tehát itt lesz az, hogy szívás meg be tud keríteni. Tehát, hogy ez nem fog menni. Azért még úgy látom, hogy megpróbáltam egyszer. Így kergetőzve, de így esélytelen. Hanem itt már muszáj volt visszamenni. És igen, és akkor itt lehet nézni a... Bár nem sokat számít egyébként, mert ugye... Az erő grafikont az úgy adja össze, hogy... Az összes űrhajó tűzeleje. És hát ugye... Nem mondtam még itt ebbe a videóban, egyébként már elmondtam többször, hogy... Hogy a minőség az itt jobban számít, mint a mennyiség. Tehát most... Hiába van neki 100 millió sima rombolója lézerekkel, hogyha nekem van mondjuk két cirkálom hamvasztó sugárral, meg torpedóval, esélye nem lesz. Főleg, hogyha itt akármilyen szuperfegyver lehet, hogyha nekem van fegyverzavaró, de neki meg nincs. Akkor megint. Ja igen, és akkor most ugrott vissza, tehát na, innen lehet látni, hogy azt a bolygót mi még uradalra se láttam volna. Enélkül. Igen, tehát közben azért sikerült a 3-as hajtóművet föltenni, meg talán még a neutronágyút is, nem, azt még nem. De majd az is kell. Igen, hát most... Rágyúrunk már, készülve a csatára már gyúrunk a hiperhajtóművre. Antolinov a Shedlon is harcol, tehát nekem meg végre ezt a kalózbandát kéne legyakni. Na de így viszont már... Most már van erősítés, tehát innen már ösztűzzel simán, és az a... Csak a lézertornyos azért a tankjai a veszélyesek ránk. Tehát igyekezni kell mindig azt lőni, hogy... Bár hogyha nem az jön el, akkor nyilván nem azt lőjük, de azt kell. Tehát amikor csak lehet, oda pörkölünk a lézertornyosának. Mert az, ami... Bizony. Tehát ezt egy-két tank vesztességgel ezt meg lehet csinálni. Ha egyáltalán lesz veszteség, meg az egyik nagyon füstöl, az lehet, hogy nem éli túl. De hát innen már sima ügy. Nem tudnak ide feljönni. És ezzel sikerült a kalózügy ide pontot tenni. Még a menekülőt el kell kapni. Na, mit is írt? Nézzük csak. 30 napja van, hogy elpusztítsa őket. A 30 másodperc sem kell. Igen, volt ott egy tangjár, azt eladjuk, hogy legyen pénzünk. És hamarosan harcolni is kell. Hát és akkor ugye... Nézzük, hogy... Nálam már négy nehéz korvett. Ő meg... Nem is tudom, hogy mennyi, de korvettek és nehéz korvettek vegyesen. Van ECM-e, de az nekem is van. Most már meg erősebbek már a lézereim, meg a pajzsaim. Sőt, már gyorsabb is vagyok nála, úgyhogy már meglógni se tud. Négy hajóval ez egy több hajó, több lézer, úgyhogy a vadászait is gyorsabban írtam. És ennyi. Itt a vége. Visszatérünk a bázisra, fel töltésre, viszünk tankot, viszünk hajót, meg amit kell. És melyiknek esünk neki először, az Iberonnak vagy a Shevlonnak. Bizony. És ezek már 12-esek. És 7 antigravitációs tankkal fejlődik a hiperhajtómű 4. Cirkálót nem tudunk fejleszteni, de hamarosan arra is sor kerül. Bizony, tehát most laborokat építünk, ahova csak lehet, mert hamarosan fejlesztetjük a cirkálót is, meg a nehéz cirkálót. Nehéz cirkál után pedig már adja magát a hamvasztó, ahol már föl lehet tenni.
Tehát most itt a következő cél az, hogy korvettekkel hódítani, akit csak lehet, és közben nyugodni rá a nehéz szírválóig a hajókra. Cirkálót át is kell ugrani, azt nem is gyártunk majd. Aztán megjöhet meg az ötös hajtómű. De cirkálókra már más is fel lehet tenni. Tehát rögtön szerencsénk van, mert csak 8-as tűzerejű ágyú tornyos láncszalkasai vannak. Tehát mi tűzerőnk, hát nem tudom, hogy na. Mutatja, 12-es, tehát egyik ami mindig oda kell sózni, hogy elinduljon felénk. És is szépen ugye mindig egy tankot kerget, általában mindig egy felveszi a célpont, és legközelebbit. És ha azzal elmész, akkor azt kergeti fog, és is szépen besétál a tűzvonalba. Ennyi. Bizony. És ilyenkor lehet, tehát az bolygóvédelemként, ugye a kémközpont azt nem kell, tehát az abban nekünk pénzünk van, ha eladjuk. Van nagy lakóépületünk is már. Akkor lehetne még azt csinálni egyébként, hogyha flottája túl erős és nem tudod legyakni, hogy egy tankot ott hagysz. És akkor nem tudja visszafoglalni a bolygót. De most ezt nem csináljuk, hanem megyünk a következőre. Valószínűleg ővédelmi ágyú véli, de az ilyen szinten már nem ellenfél, akárhogy a szintű is. Ha egy hajóval támadsz és nincs pajzsod, akkor még okozhat meglepetéseket, hogyha van, de egynél több megbegőgöbet, meg a gép soha nem rak egy bolygóra. Nem mint a probléma lenne egyébként, tehát most hogyha négy lett volna, akkor se. Lett volna gond, kinyírtam volna. Ja, és rakétás erőt, na az ezen a szinten már nem ellenfél, mert nem tud elérni a gépágyús, még el tud. Tehát gyorsan szétkerülne a gépágyúsat, mert az még ellenfél ilyenkor. Tehát itt lesznek veszteségek, viszont a rakétás erőt az már nem ér el. A tankok szintén nem ellenfelek, tehát egyet odaskózol neki, akkor megindul feléd, és azt fogják kergetni. Tehát szépen be lehet. Tehát mindig azt kell hátra vonni, amiket éppen támadják. És akkor besétálnak a tűzvonalba. Tehát jelcik, a többivel nem foglalkoznak, csak az egyet, amit bemértek. Tehát szépen hagyni kell, hadd menjem utána. Hát az most nem sikerül, de oda se neki. Ezek már nem ellenfelek. Lakítás előtt pláne nem. Egyet elér, azt szépen hátra lehet vinni. És rákmányoltunk még egy bolygót. És még nem érkezett meg a flottája. Még messze van. És ebben is van egy kémközpont, igen, tehát, és így lehet a fejlesztéseket finanszírozni. A kutatóközpontokat persze fennhagyjuk, és akkor gyorsabb is. Most előbb-utóbb valahol fel fog bukkanni a flottája, ott is van. Meg kell nézni, ilyenkor menteni kell, és megnézni, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy leverjük. Hát valószínűleg igen, mert menekül. Sőt, találtunk egy bolygót még. És már nincs benne tank, lepakolta a tankjait. Igen, ez egy szokása, hogyha erősebb flotta van a közelében, akkor lepakolja a tankjait a bolygóra, hogyha éppen saját bolygó felett van. Ez viszont, de... És valószínűleg azért, mert megkergette az Ibetont is, mert velük is harcol. Tehát ennyi tankja volt, és most olyan bolygó fele fog menni, ami van tangjár.
De így a mi flottánk még veszélytelen, mert ő nincs benne tank a flottában, tehát most nem is kell harcolni a flottában, mert az a bolygókra veszélytelen. Tankok nélkül. És nem vett föl tankot. De nincsenek benne tankok, és ilyenkor veszélytelen a flottára. Na meg a népelhajtó mi négy. Ó, és lehet cirkálót fejleszteni. Tehát azt kell. Nem, vagy... Hát, azt kellett volna, de most már mindegy. Kopa is lesz. Ja, igen, hát... Biztos mondtam már, de ez most nem live-ban megy ez a játék, hanem... Ez egy korábban flepszel föl lett. Egy ilyen kb. Egy hónapja. Tehát ezt most így VLC-n játszom le és utólag kommentálom rá, hogy mit csináltam. Amire emlékszem. Hát igen, megint látszik, hogy tankok vannak rajtam, vagy a tankgyáros bolygó, tehát ez jó foglalni. Igen, melyiket kedvenc szokása még ugye a Sheblonnak, hogy flotta álcázós flottákat használ, és akkor ugye, hogyha nincs fotoradarod, akkor nem látod, hogy hol a flotta. Tehát akkor csak így lehet legyőzni, hogy mindig a tankgyáros bolygót foglalod, és abban reménykedsz, hogy az ő flotta is a közelben van, és lepakolta a tankokat. És mert az hogy ugye flotta átszázóban van, akkor a radaron nem látod, csak azt veszel észre, hogy hoppá. És semmiből elfoglalta a bolygódat. És a flottája meg nincs sehol. Tehát akkor csak azt lehet csinálni, hogy a bolygóinál körözni, hogy hát, hogyha valahol ott van és lepakolta a tankjait. Meg minden tangyáros bolygót le kell lőni. És szét kell lőni, hogy megfoglalni, hogy azt ne. Na mi van? Na, szalakszik a VLC, de miért? Azért most nem azt mondja, hogy a videó lejátszása az ennyi zébe. Megy a felvétel. Kurva anyád, ez a Small Security. Jaj, beindult ez a kurva víruskeresés. Aha. Beindult a víruskeresés, aztán ez szivat itt engem. Na jó. Erről ennyit. Kilőttem a vírusírtót. Legalábbis lekapcsoltam itt azért a... Na most keressen vírust. Jó, mindegy, kicsit gyorsítunk. A rakétás előtt kinyírtuk. Hozzám se tudott szagolni. És valahol még biztos van bolygója, csak azt... Na ez viszont egy fő bolygó volt, mint lát. Tehát ez biztos értsebb, mert ez volt az első bolygója. Mert valószínűleg mi nem hódított. Meg másik birodalmat. Tehát sikerült elkapnunk egy fő bolygóját. Most azt kell figyelni, hogy a flottája merre megy. Antigravitációs tankot még gyártani kell. És ott már az ember is közel van, tehát azért vigyázni kell, mert... Meg előbb-utóbb megint megérkezik a Shinari is. Sőt, az Iberon is majd előbb-utóbb hadat fog üzenni. Valamellen meg a Cseblon megy. Tehát ilyenkor a flottáját kell figyelni, mert biztos, hogy bolygó fele megy. Tehát valahol van még egy bolygója, és oda megy tankokért. Ha van tankjára, hát hogyha nincs, akkor így járt. Hoppá. Na, akkor ez jelenti azt, hogy akkor Cseblonnak annyi, akkor viszont most elmehetünk fizé feltölteni a flottát tankokkal, és neki esni az Iberonoknak. Legalábbis az kéne. Ez lenne a logikus. Mert az Iberon sokkal erősebb. És konkurencia is, mert nekik is lehet hamvasztó sugaruk. Csak hát még a gép az mindig lineáris. Azért is lehet ilyenkor legyorsulni fejlesztésbe, hogyha ha így játszunk, mert lineárisan fejleszt, hogy mindig. Amikor éppen van a kapacitása, felépít egy labort, és akkor sorra megy, hogy űrhajó, utána tank, utána épület, és ezt csinálja végtelenségét. Tehát épületből felépíthatod, kifejlesz mindent, tehát az a gyahány labort felépített, mindent kifejlesz, amit ki tud, és utána építi a következőt. Tehát így viszont sokáig tart, mert sok bolygó kell neki, mire mindent ki tud fejleszteni. És ezért van az, hogy ráállok egy szintre, hogy még csak űrhajó laborokat építek az elején, akkor űrhajók terén le tudom hagyni.
Csak néha ugye tankot is kell fejleszteni, mert hogy ne legyünk elmaradottak tankoknál. Tehát most nem kell henni, ezt meg lehet úgy csinálni, hogy veszed a kereskedőktől tankokat. Vagy például cserélek ez diplomáciánál, hogyha űrbe erősebb vagy, akkor reményeket teszi, vagy valakitől el tudsz csak lézni találmányokat. Hát, meg... Csak legalább meglátjuk, hogy milyen van. Hát igen, pont ezt mondtam, hogy ő még csak a nehéz romboló színnél tart. Bár elvileg közékkor vettek egy gyártatna az elejétől kezdve. De nem gyártott. Tehát azért lehet így, mert ugye ilyen nehéz szinten már ugye úgy indul az ellenfél, hogy a kezdetettől fogva elkezdett egy gyártani a nehéz korvettjeit. Nekem meg ehhez ugye ugranom kell 3 hajófejlesztési osztályt, nehéz korvett ez 8 űrhajólabor kell, vagy 7. Ezt föl kell építeni, ki kell fejleszteni nehéz romboló, meg a korvettet is, és még utána nehéz korvettet is ki kell fejleszteni, és még utána tudod csak gyártani. Na tehát ennyi volt, tehát ezért mondom azt, hogy ugye a grafikon szerint jóval erősebbek voltak űrbe, de nem sokat értek vele, tehát minőségű, na, és ugye, mit mondtam, hogy erődöket az Iberon nem épít. Tehát amelyik bolygón nincsen tankgyár, azon nincs tank se. Csak azokat figyelni kell, mert ugye ott van a flottája, és vannak is benne. De ha a közelébe vagy, mint ha leveheted a flottáját, mi nem lehet túl erős, ha közelébe vagy, akkor biztos nem fog tankot felvenni, mert akkor lepakol. Ha van is nála, azt ledakja. Tehát nem állt, hogyha mi flottánk is az ő közelébe van, és hogyha tudunk, akkor... Tehát most volt... Igen, volt benne tank, és azt ledobta. És ez egy tankgyáros bolygó is, tehát... Tehát mindig először az olyan bolygóit kell foglalni, amin tankgyár van, és akkor nem tud tankokat felvenni. Ennyi, és akkor... Mi tankjaink azok így fejfejlődve vannak, így kaléjba. Az övé, nem azok szépen begyalogolnak a csapdába. És ennyi, és akkor... Arra kell figyelni, hogy nem... És most már ugye látszik pénzben, egész jól állunk, tehát ennyi. Vagy ha jól jár meg egy tankjár. Ha ezeket eladom, még ha vissza is foglalja majd idővel, akkor se tud velem mit kezdeni. Legalábbis azonnal nem tud gyártani, és ez jó. Tehát ezt így kell csinálni, hogy... Nem rombolnád le, véletlenül szedett tankot visszafoglalja, azonnal elkezd majd a tankokat gyártani, meg a hajókat, és akkor erősödik. Így meg visszafoglalja, még föl kell építeni, ha kolonizáló, nem baj, az is mehet. Kolonizálók azokat ilyenkor békén kell hagyni, mert az is neked dolgozik. Neked fog kolonizálni. Elfoglalod le, miután kolonizálta, és egy tankot rajta hadsz. És van egy bolygót, megcsinálta neked. Egy új bolygó 0 forintból. Melyik kolonizáló és 50 ezerbe kerül. Meg mire legyártod. Így egyszerűbb, ha ő megcsinálja neked. És ez se egy gyenge bolygó. Itt űrhajókat is gyártott. Tehát... Célszerű az ilyeneket foglalni, viszont ugye... Kémbi holdaknak költeni, mert megint csak feleslegesen megnézni, mi van a bolygón, és érdemes foglalni. A fasz mindenki, mert maximum mentesz és visszatöltött, hogyha túl erős a védelem rajta. Tehát, főleg, hogyha ha az elején kell azért találni és vissza kell szivatni. Akkor jutatik az, hogy kétszer a tankkal nekimész, aztán ha foglalni lehet, foglalod, aztán leírta szóval mindent, hogy pénzed legyen belőle, legalább ha megtartani, úgyse tudod. Ha meg, mit tudom, űrvédelmi ágy valahogy, vagy kurva sok előad, akkor meg mentés visszatöltöd, és próbálkozol egy másikkal. Tökben én majd, ha csak egyet is el tudsz tőle foglalni, ma azzal is gyengítetted, magadat meg erősítetted, tehát na most látszik, hogy most már azért kicsit megcsappant itt mindenféle szinten. Tehát most éppen az emberek azok, akik nagyon az élen vannak. Tehát látszik, az űrerőt az nálunk nem sokra adja, pedig azért... Hát erősebb volt az Iberon, meg a Sheblon is az űrbe, szerinte, aztán... Mégis... Annyi esélyük volt, mint győzik ennek egy logikai játékba. Hát, na, itt látszik, itt van egy űrvédelmi ágyú. De sokat nem ér vele.
Jó, egyébként apropó adai gűvédelmi ágyomnál, hogyha nagyon szivatak le, nagyon sokan, nagyon gyenge hajód van, nehéz korvettől kezdődően ki lehet fejezni a napalbombát. Az viszont egy lövésből kinyíri az idevel. Igaz, a bomba az másod, az nagyon nem jó, de hogyha nem... Ha egyébként űrharcolni nem akarsz, viszont kevés, de azért nem túl erős hajóval kell bolygót foglalni, és az űrvédelmi ágyú, akkor a napalm bomba lehet megoldás. Ez még főleg antali fajnál van, amikor ugye antali használ az rendszer eső, hogy azt használja ki az ember, hogy gyorsabbak. Tehát hogyha nem akarom, nem lesz űrcsata. Na szóval ez is megvan, és ez se egy gyenge bolygó volt. Tehát azért mászkált a flotta is a környéken, mert tankot akart fölvenni. Tehát ami tank az itt volt, az valószínűleg azt már fölvette volna, és akkor támadott volna vissza. De ez nem baj. Tehát most már nehéz szirkából fejlesztjük, és amint azt sikerül kifejleszteni, utána már az nagy üzembe tudjuk gyártani. Hát addig meg ugye foglaljuk a bolygókat, meg pumpoljuk az ellent, és lesz pénz is rá. Tehát ilyenkor azt köszönni, hogy akinek lehet ilyenkor még ezzel a technikával neki ugrani, hogy... Mert valamelyik másik nagy ellenfélünk, a sinadi vagy az emberek, hamarabb kezdik el ezt, hogy leigázzak mindenkit, aki gyengébb, akkor viszont ők nagyon megerősödnek. És akkor viszont nagyon nehéz lesz ellenük harcolni. Vagy főleg az antalik ellen, mert ők még fegyverzavarót is használnak. Tehát jó dolog az antalit is mindig gyorsabban lenyomni. Csak ők azért középjátékban is erősek, mint a godanok, tehát velük vigyázni kell. Ja, elfoglaltam, akkor azon semmilyen védelem nem volt. Mert megy a kolonizálója, meg amúgy van még bolygója, hát azt ne higgyük, hogy nincs. Van neki még bolygója. Tehát, sőt, még ugye érkezik a flottába és a többi, csak... Tehát így keresgélni kell, hogy hol. Mert ugye a Krahen nem tud kémkedni, hát ez itt most éppen hátrány, egyébként általában inkább előny szokott lenni az, hogy nincs kémkedés. Hát áldozati szertartás. Most nem adunk neki sokat. Az elején érdemesebb, ami nem gyárt az annyira, mert akkor ad valami jutalmat. Hogyha ahol maximális áldozatot engeded neki. Hoppá, és azt kolonizáltam most egyébként. És előbb-utóbb, most fog az lenni, hogy kikerült a dadarból, tehát előbb-utóbb jönni fog majd visszatámadni. Tehát valahonnan szerzett. Na, ezért mondom, a hidrofarm is megvan, tehát most... Minek fejlesztünk épületeket, tehát ez az, hogy minek fejleszt az épületeket, tehát azokat meg lehet így is szerezni. Eddigre. És így megvan ingyen, hát ő kifejleszti. A maximum fejlett gyárakat a végén, hogy végén a termelés növelője, de hát... Hol van az még? Meg eleinte még az úgyis a végén tél, amikor a nagy üzembe tudsz gyártani, mert sok pénzed van. Hát most még nincs. Mert elkezdek cirkálókat gyártani, akkor nagyon hamar elfogy az a pénz is. De most így lehet gyűjtögetni. Szintén egy űrvédelmi ágyú, szóda sem érdemes, bolygón sem volt semmi. Frissen kolonizáltját már ledohantuk. Hát most űrhajóda bolygó, viszont egész ulánk adja 23, és senki még mind... Hoppá. És ilyenkor azért betámadt az antali. És még nincs legyőzve az Iberon. Igen, de hát ilyenkor ez van, hogy gyorsan ki kell fejleszteni, hogy hiper hajtom, mert ötöd ma az Antali az biztos, hogy gyorsabb nálam. Ja, és egyébként azt tudni kell, hogy az tehát a gépi ellenfél az a flottát csak akkor támad, hogyha nem tud bolygót foglalni, vagy nem ismer bolygót, ami foglalható. És akkor is csak olyan... Akkor betámadhat, tehát hogy a talál. Egyébként, ha ismer bolygót, akkor nem fog flottát támadni, csak akkor, ha lassabb. Ha te lassabb vagy, mint ő. Hogyha ugyanilyen gyors vagy, akkor már nem támad meg.
Tehát itt figyelnék az Antarika is, és majd ha ők már cirkáló szinten vannak és van ötös hajtóművük, akkor biztos, hogy gyorsabbak. Tehát akkor nem tudsz nála gyorsabbnak abban lenni, viszont... Ha még csak négyesen vagy, és ő is... Tehát megjött az Antali. Igen, tehát onnan fogja, tehát most a szerencsénk van akkor, hogy le tudjuk nyomni a flottáját. Csak az Antali az mindig gyorsabb. Ja, és az Iberonnak annyi. És szerencsére még nincsen paralizálója, mert az csak korvettől lehet, és nehéz rombolókkal harcolt. Tehát ezt a flottát meg tudjuk semmisíteni. Még ennyivel is. Tehát látszik, tehát erre mondtam azt, hogy minőség üti a mennyiséget. Tehát nincsen se ICM-je, se semmi amivel védekezni tud. De ez egy visszatöltős lesz. Mert azért mégis, tehát meg tudjuk a flottáját semmisíteni, viszont nem minden áron, mert ugye nagy veszteségek áll, és az meg megint nem jó, nem állapot. Tehát ilyenkor ez a nagy trükk, hogy két hajót leválasztasz, és azzal támadod meg. A másik, amikor meg legalább addig lehet gyakni a bolygóit. Az egyik meg fontosan, hogy legyen a flottája nyomába. Na, és itt menteni kellett volna. És akkor most jön a kis ürelemjáték, hogy... Szépen elmegyünk a csatatér széléig, addig jó esetben az egy-két hajóját ki tudjuk lőni. Na, nézzük, ki keres. Jó, de nem is fogok bele, nézzétek, most visszavonultunk. Megnézzük, hogy megmaradt-e mind a két hajónk. Ha megmarad, mentünk. Igen, helyes. És megint nekiesünk. És előbb-utóbb el fog fogyni a flottája. Látszik, hogy neki is van torpedója, ő is levi a torpedóit, viszont nekem van ICM-em is, neki meg nincs. Na ez a baj, hogy a csatatér másik oldalán kezdtük, ez így nem opció, nem ott kell. Tehát itt az volt a baj, hogy csatatér másik szélén kezdtük, és nem bírtunk időben elmenekülni. Na, így viszont jó. Tehát közben ritkítjük a vadászokat is. Ugye ketté osztott a másik fele, meg a bolygóit fogja foglalni. Tehát ez így lehet egy nyerő taktika. Oké, szóval lövi. És még mindig van 13 hajója. De hát azért elég sokat összeszedett, jó, igen, de nekem mind a kettő megmaradt, és sikerült egy párot kinyírni. És most már van hiperhajtóművem is. Tehát az Antali ott a sebessége 14, tehát ők még a korvesszi, tehát nehéz a korvesszi, tehát 3-as hajtóművük van. Csináltunk. Ja, most akkor ugyanazt csináljuk, mint eddig. És megint hozzájára tette. Hát akkor most akkor itt átmegyünk csiki-csukiba. Ezzel legalább le lesz kötve. Addig közben én is gyakom a bolygóit. Hát ez gépágyús erődös. Van kettő is belőle. De kettővel mi foglalható?
Vagy akkor azt is lehet csinálni, hogy szépen. Ez a másik jó módszer. Ha úgy se tudod elfoglalni, mert túl sokan vannak, szétlőni mindent a bolygón, úgyis föllázadnak. Ez jó dolog, az elődök lőtávján kívül szétlőni mindent. Főépületet mindenképpen, hogy ne tudja azonnal pótolni mindent. Aztán majd a bolygó szépen föllázad. És itt a vége. És elmenekültünk szépen. Ilyenkor azért pártankot el szokott venni. Mármint nem mindig, de előfordul. De hát addig is szépen így lehet gyengíteni. Addig ez meg itt egy csiki-csukizik. Na, hát szóval már van nehéz szirkálónk hamvasztó sugárral, már azt fejlesztjük, és már gyártjuk, és szerintem a nehéz szirkálót, hoppá. Na, jöhet a következő. Igen, ez volt az. Hát, ez egy rövid lesz. Ja. Szépen. Itt most szépen átmegyünk csiki-csukiba. Itt, hogy ne erősítsük, levontjuk az űrhajólagokat, mert nem benne jó a közbefejlődni is tudna, tehát most az a lényeg, hogy megakadályozzuk, hogy tovább fejlődjön, hogy ilyen cirkáló vagy akármilyen szintig elmenjen. Amikor már túl erős lesz, meg lesz paralizálója, meg ilyesmi. Tehát itt is épül egy gépágyós, előre egy könycsó tankja van. Jó, és ima lézertornyos, de nincs lőtávnövelője. Tehát most az a cél, minél több bolygát elfoglaljuk, hogy a fejlődésre megakasszuk. De lebegtetője meg van neki a kis mocsoknak, de nem ér vele soka. Számszerűleg több fölényben vagyunk. És így viszont már tudunk radarozni is. Meg némi pénzre szeretni azzal, hogy itt lebontogatjuk ezeket a dolgokat. Gépágyús előtt mindjárt felépül, azt nem bontjuk le. És még két bolygó van a közelébe. Ja, a csiki-csuki. Hoppá, hát azt hiszem ezen meg semmi védelem volt, ezt most kolonizálta. Viszont nincs a közelben másik bolygója, és ez jó. Tehát azért szerencsére nincs neki még olyan sok. És mindjárt elkész van a hét szilkáló is. Na, ha viszont már az is elkész, akkor már nem tud mivel szivatni. Szintén. Csak tank van rajta, erőd nincs, szóval ez megint egy sétagalop lesz. Gyere, piszényem, gyere! Gyere. Hát akkor újra. Túl sokat fogadott, igen, hát itt... Hát itt végig ez a harc megy. Na jó, hát akkor mi volt itt? Mi a közel megérkezett a nehéz szirkáló is. Aha, és innen csak kezdve veszélytelen lesz a flottámra is, mert hogy... Jó, csak közben kifejezett a rakéta tornyot. Na, és ez baj? Viszont most nem lesz tankja. Tehát most a flottánkra megint veszélytelen lesz. Tehát most lehet menni utána is, és nézd, na. És egy bolygója föllázadt, az látszik. Sőt, szerintem kettő is. Igen. Másik is föllázadt, tehát most tankér megy. Tehát most
tapadni kell rá, mint az árnyék. És közben fejleszteni. De még nem vett föl tankot. Tehát... Tehát ameddig nincs a flottájában tank, addig veszélytelen a bolygókra. Hát egy-kettő gépágyús erőd. Jó. Oké, hát két gépágyús erődöt még le tudunk győzni. És lett egy egész jó bolygónk ezzel. Meg tudunk felderíteni. Az előnye azért megvan, hogyha lehet, akkor el kell a bolygót foglalni, még csak átmenetileg is, mert hogy látod az adalját, és akkor ugye... És új bolygókat is fel lehet a közelébe deríteni. Tehát az föllázadt, az meg föl fog lázadni. Tehát az már kétszer föllázadt, mert Liberon is volt, vagy nem tudom mi volt, mert átment valami más színbe is. Mi Liberon már nem, mert azt már kinyírtuk. Na. Akkor most mi van? Akkor jó, jöhet a következő? Immár a végső ütközet? Hát igen, hát kb. Itt tartottunk, ja. Tényleg itt ezek amelyikre már... Ja, és már van nehéz szívrálunk, és hát innen már hangvasztós, úgyhogy innen már sokkal... Tehát már van hamvasztósugarunk, úgyhogy most is gyártjuk a szirkálókat is. Szóval most már ilyen sok esélye nincs. Bár ugye túl sok tankja van. Bár igazából ágyú meg lézertalany. Viszont csak rakétás erő, tehát azokat meg szét tudjuk lőni. Na nézzük, mit csináltunk. Gyere. Meg neki is van lebegtetője. Sőt, lézertornyos tankja is van. Innen viszont majd tankokat tud felvenni, hogyha nem sikerül kinyírni. Ez már megint ez a hátrálós taktika, hogy az én lőtávom nagyobb. Tehát itt igyekszem lőtávon kívül tartani és gyilkolni. És sikerült. Bár csak két tankom maradt. Elfoglalhatunk megint egy bolygót. Van a közelében másik. Jé, volt üdhajó, meg tangyád is volt rajta. Ez jó, hogy elfoglaltuk. Hát ezzel azért bukott jó sok gyártási kapacitást. Jó, csatahajót még nem fejlesztünk, hát majd ágyúkat kell esetleg, vagy fotóradarat, na azt nagyon. De most már még jönnél tartunk, azzal már elég messze ellátunk, de... És akkor ugye atomtorpedónk is van. ICM vagy fegyverzavaró, hát az ellenségtől függ, hogy melyiket kell föltenni, de... A flottában még mindig nincs tank. Így lehet legyőzni, mert egyébként erősebb. Hát ezt a bolygót viszont két tankkal nem tudod foglalni. Két gépágyús erőd és két tank.
Tehát itt megint az a szétlövő minden taktika mellásod, a tankból is több van. Tehát itt tényleg ez a mindent szétlövünk, aztán hát a földlázad kategória. Meg ha gyárad, akkor szétlövöd legalább, hogy általán nem tud. Tehát ez jó. Bár ugye tankokat innen viszont tud felvenni, hogyha nem nyírod ki őket. És elég erős tankjai vannak itt, úgyhogy vigyázni kell. Teljes kolóniát már soha nem lehet megsemmisíteni, és ott egy tankgyár az előd mellett, tehát... Szétlőni az erőműveket, hogy ne tudjon működni, az még lehet. Hát innen már nincs tovább. Meg kell próbálni az erősebb tartalmokat szétkapni. Mert még esetleg azt a kórház szét lehet, hát már az se. Viszont ezzel a bolygóval se sokra megy már, de az a baj, hogy tankokat meg fölvehet. Tehát meg kell próbálni a flottáját megsemmisíteni. Most két cirkálóval már lehet, hogy sikerülni fog. Ha nem használ paralizálót vagy fegyverzavarót. De még úgy látom csak... Ja, hát de vannak már korvettje is. Azok a megbe tudja, hogy van paralizáló. De már van hamvasztóm is. Tehát lehet, hogy most már fegyverzavaró kell, nem ICM. Bár nem, mert torpedózik is. És ugye... Na de most már... Igen, most már az, ha lehet használni a hamvasztót is, az meg azért jobban gyakja. Sőt, most már talán azért fejlődött hajtóművöket is, és már gyorsabb. De nem használ ICM-et. És mindjárt feltöltődik a hamvasztó, és akkor viszont odasózok neki. Ez az. Hamvasztó sugár meg sose lő mellé. Ez az egyik legjobb fegyver. Ez játék még egy ilyen fegyver nincs, amelyik mindig célba talál. Na így viszont már cseszheti a tankjait. De még két űrhajója van. Volt, már csak egy van. Az se sokáig. Főbb fegy torpedó, volt nincs. Aztán na nesze, akkor most harcol ki szényem. Azok csak vadászok. Hát ha nem volt több bolygója, az meg úgyis fel fog lázadni. Hát ha nem volt több bolygója, akkor itt a vége. Hát igen, ez most fog majd kiderülni ezután. Hát most akkor gyártunk tovább. Hát igen, majd meg a tankot kell. Először a nehéz tanktornyot. Hát igen, mondjuk igen, tehát... Addig el lehet menni új tankokért. Jó. Na tessék, most meg már az emberi birodalom is. És meg is érkezett. Na eszék el tanktornyok, most már tankra kell rágyúrni, mert valószínűleg az űrben már erősebbek vagyunk. Mert ez viszont betámadja. Nem szarozik, és neki már van cirkálója. Tehát itt ez a fél baj, hogy akkor most csinálni, hogy... Hát igen, most itt föl kell venni a nyúlcipőt, semmi esélyed nincs ellene. Csak elkapja. Azt kergeti. Igazából nem értem, hogy miért. Jobban még lehet, igen, azért már lassabb nála. Na, le is győzte. Nem baj. Bocsánat, már én is látom a flottáját. Hát, de a 12-2-es, úgyhogy még benne vannak a domboló kategóriájuk, ha jó is.
Jó, hát hogyha az Antoni oda ment és nem vett föl sehonnan hajókat, akkor már neki sincs több. Mondjuk ennek is sok értelme nincsen. Inkább az embert kéne gyakni. Ja, hát persze, hát hagyjuk rá. Igen, mentünk gyorsan, ugye, hogy tudjuk-e foglalni, nem tudjuk, tehát... Egy nehéz korvettel mennyi esélyünk lehet. Álmosor, ez az, hogy van paralizálója. Tehát... Viszont az ember az nem használ fegyverzavarót. És a flottája lassabb. Tehát ne. Jó, hát az meg már föllázadt, úgyhogy... Hát igen, az emberi szövetséget azt erősebbnek hozza ki. Tehát szépen felt... tuningoljuk, ja, és az hát jó ECM miatt fegyverzavarót kell föltenni, hé. Ahhoz, hogy esélyünk legyen. Mert neki már nehéz erődje is van. Jó, leszek az Antalinak annyi. Jaj, csak közben én is támadom. Milyen van neki? Ez nincs semmi. Ja. Hoppá, neki már van meg a tankja. Rakétatoronnyal. Nekem egy nehéz tank, igen, tehát na, ezért el kell gyújni a fejlesztésre. Mert neki már meg a tankja van. Tehát most ott tartunk. Jó, tehát gyárokat mindenképpen rombolni kell. A laborokat meghagyjuk egyenre, mert arra most nekünk is szükségünk van, hogy fejleszteni tudjunk. Én meg valószínűleg már meghódított egy-két birodalmat. Most nem biztos, hogy fel fog épülni az a nehéz erőt. Meg hát így nem tudja egy tankkal leverni, sőt még légicsapása is van. Igen, elég sokan vannak. És még visszatölteni való mentés sincsen. Hát ennek is sok értelme nincsen. Ja, szóval igen, Antalinak annyiért, akkor csak az ember maradt. Meg talán a tolóem, hogyha azokat nem írták még ki, bár az kétlem. Meg a Shinari van még. Ja, és most van az, hogy elkezd paralizálni. És rájövök, hogy nem tettem fel a fegyverzavarót. Amit most megteszek. Tehát torpedók helyett a fegyverzavarókkal kell érekezni, pontosan, hogy fegyverzavaró. Hát igen, mert ez a kettő az ingyen cserélhető. És most támadjuk meg. Immár fegyverzavaróval. Azt mondja, hogy 5 nehéz szirkáló és 3 nehéz korvett, amivel harcolunk.
Na azért kell, ezért kell zavarni. Én meg nem használ fegyverzavarót, hogy mert antianyag sugara is van, úgy látom. Így viszont megy. Hát, még egy hajót vesztettünk, de az belefér. Nem nehéz szirkáló volt, hanem korvett. Azokat meg elég utó, most már úgyis el kell adni, mert csak lassítja a flottát. Tehát igen, most már meg a tankokat gyártok. Bizony, hogy ott sem, hanem most már meg a tankod, mert most már az van. És rakétatornyot nem fejlesztünk, hanem ion tornyot. Nagyobb a lőtávja, és nem lehet zavarni. Lerakta a tankjait? Lerakta a tankjait, igen. Lepakolta a tankjait a bolygóra. Egy egész szép kis bolygó, az igen. Hát megint itt az éjjel lesz, nem? Nem. Mentés visszatöltés lesz, és... És megpróbáljuk. Hát igen, edődöket, hát... Úgyhogy, mert ez egy elég erős bolygó, és van itt a stadion is, úgyhogy ezt érdemes lenne elfoglalni. Sikerült is. Bár ugye elég nagy veszteség rá, de sikerült. Jó, most egy áramborást, azt most voljuk át. És akkor most szépen megkergetjük, addig is időt nyerünk. Mert ameddig ugye üldözzük, addig nem fog tankot fölvenni és nem fog támadni. Tehát itt ez most a felderítés része, hogy kergetjük a flottát, és ugye igyekszünk minél több új bolygót felfedezni. Addig is vinni magunkkal a tankokat. Vagy nem, meg a tankot, igen, meg időt kell, hogy magunknak az ion tornyot kifejlesszük, és minél több meg a tankot gyártsunk. Itt is gyártjuk közben már meg a tankot, hát de még itt is még csak kettő van legyártva. Úgyhogy egy kicsit átütemezzük a gyártást, hogy gyorsabban gyártudjanak a tankok. És addig megkergetjük. Na jó. És lerakta a tankjait, hát nem, akkor visszatöltjük. Igen, tehát most így szórakozik velem. Amit nem hagyunk, tehát... Nem szabad hagyni, hogy meglógjon. Tehát itt most időt kell nyerni. Tehát most mentés vissza lett töltve, és akkor most így folyamatosan nyomába vagyunk. Hogy még mielőtt visszajön, még azelőtt szét tudjuk csapni. Tehát itt most az a lényeg, hogy fontosan kergessük. És megint vett föl tankot, szóval
neki. Csak az a baj, hogy nekem még ott vannak a korvettek a... Hát ennek megint semmi értelme nem volt. Ja igen, na itt volt ez amikor inkább szétoztam a flottát, hogy a 16-os szirkálókkal tudjam kergetni, és ne tudjam meglógni. És a nehéz polgatagat el is adjuk, hogy legyen pénz. És így viszont már nem tud meglógni. Vagy legalábbis nehezebb neki, és akkor most már van ilyen tornyunk. És akkor minél tovább húzzuk az időtanulnál, és nézzük, hogy ugyanaz, ami nehéz tolonnyal reménytelen volt, az Ion tolonnyal megye. Hát, nyögveny erősen, de... És pont nem. 3 megatank az kevés. 3 megatank kevés, tehát ebből az a tanulság, hogy nem támadjuk meg. Viszont most ő meg fölvett tankot, tehát most az ő flottáját meg legyakjuk. Tehát nem 3-mal ma támadunk, hanem többel. És most az elég, hogy hol fog előbukkanni. Ebben biztos, hogy támadni fog valamelyik irányból. És errefele tart, mert ezeket a bolygókat ismeri. Ott van. Ja, persze ott a tanktáló volt, hogy több tankot tudjak vinni. És le kell csapni a tankos flottáját, mielőtt a bolygó közelébe ér, vagy legalább el kell kerülni onnan. És ha felcsatolom a tanktálatokat, és most neki már csatahajója is van. Előre kell, menni, ne tudjon paralizálni. Bizony. Az manti anyagsugár volt. és a hamvasztó sugár elintézte. Aztán már túlból lézer volt. És ennyi. És most már csak nehéz szilke volna, alább nem adjuk. Viszont most, hogy van tanksírunk, jóval több tankot el tudunk vinni. Hát 7 megatankkal már egész jók leszünk. Ott is van már 23 legyártva. És akkor mostan azt mondom, már lebegtetőnk is van, és támadhatunk, és a másikkal meg folyamatosan járőröznünk kell, hogy nehogy visszajöjjön, és akkor... És ennyi, hát így már ki lehet írni a nehéz erődöt. Hát ez meg már itt annyi, hogy ott már fejlett űrhajógyár, meg a fejlett tangjár is megvan. Ugye? Mit találtunk? Fejlett űrhajógyár, hogy mezon erőműt. Úgyhogy már épületekből már nagyon sok nem kell kifejleszteni.
Sem nagyon kell már semmi. Még adok két az evalót, hogy hát, hogyha használja valami. Hát itt meg vannak lézeres erődök, még gépágyús erőd is van. Úgyhogy most arra megyünk, hogy az Ion tornyosokat lőjük. Mert ő meg rakétatornyot használ, nem Ion tornyot. Csak ez tankgyáros bolygó volt, úgyhogy itt azért gyártottam meg a tankjait. Viszont én meg már kinyíltam a főflottáját, úgyhogy nehezebben tud foglalni. Meg Max nagyon vételeneket tud. Ja, igen, ez az, hogy gépajús erőd az csak két toronnyal tud lőni ilyenkor, tehát most már innestől kezdve már esélytelen. Tehát ilyenkor mindig oldalról kell támadni, hogy csak kettővel találjon el. És ez megint egy gyártó bolygója volt, amit meg kell semmisíteni. Itt nagy üzemben ment a gyártás. Na, innen most már kicsit ugrok, mert innen már nagyon... Így már lehet unalmas, hogy most megint bejutott. Tehát előbb-utóbb eljutok addig, hogy nekem lesz nagyobb a gyártási kapacitásom, és akkor már nem lesz esélye. Ezt kell mindig elérni, tehát hogy több bolygón gyárt egyszerre, viszont nem tudom, hogy ez az esélye, meg max egy-két bolygón gyártok, de ott meg nagy üzembe. És ez bejövősebb taktika. Na jó, hát ennyi. Hát innen meg már ez a monoton uralmas dolog, hogy neki nagyon sok bolygója van, amiken így hát egyesével kell így foglalgatni, hát ennyit tudunk csinálni. Gyártjuk folyamatosan meg a tankokat, meg a hajókat, hogy aztán végén már gyorsabban fog menni, amikor már több tankot tudunk elvinni. Hát most még ki tudom fejleszteni a fejlett tankgyáratot esetleg, és akkor lesz termelés növelőm is, vagy vége. Hát ez két erőddel védi, meg némi tankkal, tehát gyorsan szétkelni az erődöket, mert az a nagyobb ellenség. Itt is az van, hogy az űrhajógyárat szét kell lőni. Még a tangyalat lőtt szét. Nem azt, hogy annyi tankot semmi sítse meg ahányat csak tudunk. Mert az itt lévő tankot meg még fel tudja venni a flottába. Tehát itt az a valós veszély ilyenkor. Azt nem szabad hagyni, hogy tankos flottával elfele mászkáljon, tehát az amelyikben tank van akármennyi, azt el kell kergetni. Menjen jó messzire. Én meg közben másikon meg elhúztam ott az egyik gyártóbolygós tankokért. Most kinyírom aztán egy hajóját, és ami van, mert ilyenkor, amikor egy kicsi a flottája, akkor gyorsan nagyon lehet csapni, és nem igazán tud ellene mit csinálni. Tehát ezt ilyenkor így kell. Tehát minél gyorsabban lecsapni. És közben mindig arra kell figyelni, hogy hol van.
Itt gyártja, tehát fejlett űrhajógyárakat építettem neki, neki hogy a cirkálókat is gyorsabban tudjam gyártani. Tehát egy mindjárt is készül. Amivel el is viszek 4 tankot. Még a csatahajót is ki lehet fejleszteni. Már még most már, hát majd a sinadiken esetleg érdekes lehet. Bár még meg nem belők, még nem torpedóznak, tehát nekik is elég a fegyverzavaró. Ha még meg lesznek. Előbb-utóbb feladják. Szerintem már csak ők vannak. Hát igen, most itt nem történik semmit, járjátok itt, de megérkezett. Nélkül azt visszatöltjük a mentést, és ahol visszajött, oda megyünk, mert ott lesz. És ott van. De lepakolta a tankjait, vagy még nem vette fel. De közben találunk bolygókat is, tehát semmi probléma. És most már így 20. 20 tankkal harcolunk. Tehát mindig egyre többet. Hát itt az a lényeg mindig, hogy még az előtt agyon csapni. Mielőtt ide érne? Igen, tehát ott jön. És van benne tank? Hát persze, hát. Ez a bajunk, hogy van benne tank. Ja, könnyek testvérisége, igen, na az jó. Ez lesz egyébként, tehát a történet már vége szokott lenni, amikor valami ezért a bolygón keresik a könnyet. Ja, már. Ez az hotlálkalózott töltekben, az már meg ugyanaz, hogy kimarad egy havi adó, hát az majd játék elején a szívásod, mert akkor mindenfélére szükség van, hát most már annyira. Úgyhogy most szépen most csak annyi, hogy el kell kergetni innen jó messzire. Van hány nehéz elődünk van. Sőt, itt még vannak láztalpas tankok is. És hát két lézeres, meg nehéz erőd. Igen, mert ilyenkor jobb oldalról támadni, ahol nincsenek tankok, hogy mind a tankok megkerülik, mint most. Akkor már azonnal összűz alá lehet venni, és nem tüzel egyszerre az erőd meg a tank is. Meg ráadásul ilyenkor mi felfejlődve várjuk a harcot, én meg nem, mert így több esélyünk van. És ez is biztosan megkódított bolygó. De hát ilyenkor igen, őt kell pumpolni. És az a baj, hogyha már csatahajó is van, akkor már az elég jó kifejlődött, meg a tankja is. Jó, hát. Itt az a lényeg, hogy őt ne hagyjam bolygót foglalni, és mindig lesapjam a flottáját, én meg ugye minél több bolygót, csak ugye. Tehát én erősödök, ő meggyengül, tehát ez így marad. Na. Tehát itt előbb-utóbb el fognak fogyni a bolygó, még ha lassan is, de előbb-utóbb elfogynak. Tehát azt, hogy minél gyorsabban gyártsunk. Aha.
megint jön. Megint próbálkozik. Na de most már összeszedett három hajót is, tehát azért még a... van még az egy gyári kapacitása, meg még bolygó is, hogyha ennyit összebír szedni. Hát azért tud még okozhatni meglepetéseket. És hogy megint jön. Ott jön. És vedd föl tankot, de hogy honnan? Azon látod... Éppen, hogy lecsapom, de már is jön vissza. De most legalább menekül, és addig menekül, tehát igyekezünk ne utolérni, hogy addig is. De hát közben azért mi se tétlenkedtünk, már van 60 tankunk. Tehát most is szépen végig menjünk a birodalmán, mert most már aztán nincs könnyedület. Na mit akar nekem eladni? Ja, magma erőmű az adta el? Na jó, oké, hát az... Érdemes ilyenkor megvenni a pénzünk, az van. Bár még már annyira. Ez a nagy üzemi gyártás, és az nagyon nefő. Viszont a foglalunk bolygót, akkor majd lesz. Jó, most ez a bolygó adminisztráció nagyon érdekes. Építünk gyárakat, rombolunk erődöket, hogy pénzt gyártsunk. Ja, meg igen, meg szerintem bekapcsoltam most már azért a szimulációt, hogy gyorsabban haladjunk. Ott is van. És ezek már ilyen frissen kolonizált bolygók. Azért kolonizálgat ő, mert azért fogynak a bolygói, csak lassan. Hoppá, na ez az, igen. És megadja magát. Tehát akkor, és akkor itt a játék vége. Ezt nem állt elfogadni, mert mi sokáig elszadakodtattunk volna, de minek? Megadták magukat. Hát ennyi lett volna ez a nagy játék. Hát akkor sziasztok!